A Kisfaludi Program vidéki szálláshely pályázatára a legfeljebb 8 szobát tartalmazó panziók és szálláshelyek tulajdonosai jelentkezhettek. A közel 60 milliárd forintos keretösszeget biztosító program szobánként 1-1 millió forinttal járul hozzá a felújításhoz. A projekt célja, hogy az ország minden területén elérhetőek legyenek minőségi szálláshelyek, ezzel is elősegítve, hogy a közeljövőben a lakosság a belföldi utazásokat részesítse előnyben. A másfél hónapos időszakban több mint 16 ezeren pályáztak, 84%-uk pedig pozitív elbírálásban részesült. 2020. július 15-én lezárult a Kisfaludi Szálláshelyfejlesztési Program magános egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó nyílt pályázati felhívás. A konstrukció egy egyszerűsített eljárás keretében biztosított fejlesztési lehetőséget minden az ENTAG-ban regisztrált magán és egyéb szálláshely üzemeltető és tulajdonosai számára. A pályázatra 2020. június 4 és 2020. július 15-e közti időszakban volt lehetőség pályázatot benyújtani, és a sikerességet azt mutatja, hogy ezen másfél hónap alatt több mint 16 ezer pályázat érkezett be a Kisfaludihoz, és a támogatható pályázatok száma az pedig közel 14 ezer nyertes pályázatot jelent. A támogatás felhasználható többek között külső és belső felújításokra, fürdőfelújításra, wellness részleg kialakítására, fűtéskorszerűsítésre, de akár technikai eszközök, így televízió vagy laptop is beszerezhető az elnyert összegből. A nyertes pályázók még nyár végéig megkapják a megítélt támogatást, ezt követően pedig december 31-ig kell végezniük az átalakításokkal. Horváth Péter hozzátette, az ország nyugati része volt aktívabb, de a keleti megyékben is rengeteg fejlesztés valósulhat meg. A top három régió az Zala megye, Veszprém megye és Somogy megye. Nyilván ezekben a megyékben van számosságában a legtöbb egyéb és magánszálláshely, és nyilvánvalóan ezért a régióban pályázók éltek is a pályázatotta lehetőséggel. Ugye a pályázat az a vidéki Magyarország megújulására összpontosított minden régióból, így gyakorlatilag Kelet-Magyarországról is rendkívül sok pályázat érkezett. Nyilvánvalóan a húzó desztinációk, mint például Hajdú-Bihar megyében Hajdúszoboszló kiemelt jelentőséggel bírt, de gyakorlatilag Nyíregyháza és környékén is számos pályázat érkezett be. A turizmus újraélesztését megcélozva a vidéki idegenvezetők támogatása is folyamatban van a Kisfaludi programban. Ez a projekt 300 millió forintos keretösszeggel bír, egy személy pedig akár 1 millió forint hozzájárulást kaphat munkájához. A pályázat célja, hogy elősegítse az ágazat munkaerő hiányának felszámolását, és azoknak az idegenvezetői képzettséggel rendelkezőknek a munkába állását, akik a koronavírus idején felfüggesztették tevékenységüket.